Köszöntöm kedves nézőinket az Újpesti Körkép január 25-i adásában. Új gépekkel bővült a szakorvosi rendelőintézet, hivatalosan is átadásra került a képalkotó diagnosztika és az új eszközökkel felszerelt fogászati rendelő is. Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet energetikai korszerűsítése, valamint az épület külső-belső festése és rendbehozatala a múlt év végén lezárult. A munkálatokkal párhuzamosan az elmúlt hónapokban az intézmény eszközparkjának cseréje is elindult, több fontos géppel bővült az állomány. Január 23-án a városvezetők megtekintették és hivatalosan is átadták az újpestieknek az új eszközöket. Ez egy csúcs készülék és digitális felvételeket készít, tehát nem kell előhívnunk, fixálnunk, nem kell, tehát digitálisan van a adattárolás. Az épület az kívülről most már becsomagolásra került, vadonatúj nyilászárók, új fűtési rendszer, most a belső terek megújítása zajlik, belső bútorzat, felszerelés, a belső közlekedési helyek kialakítása, büfé, a bejárati betegirányító rendszer, úgyhogy ezek kialakítása zajlik most. Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő az átadás kapcsán elmondta, nem csak a rendelőintézet megmentését és felújítását, de annak korszerűsítését is vállalta Újpest város vezetése. Újpest volt ugye az a város, amelyik valamikor alapítása után nem sokkal már, illetve várossá válása után sok mindenről önmaga gondoskodott. Sajnos ez az elmúlt 21 néhány évben nem így volt. Igazániból, ha úgy fogalmaznék, hogy egyszerűen perifériára került az a kerület és az egészségügyi ellátása is, úgy gondolom, hogy a helyi vezetésnek is, de magának a kormánynak is nem lehet más kötelessége, mint azt, hogy ezt a helyzetet megszüntetni és elindulni azon az úton, amivel hát valóban egy európai színvonal ellátás legyen. Én azt gondolom, hogy ez miután pénzbe is kerül ugyan, de azt hiszem az egészségnél drágább nincs a világon, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben is ez egy megfelelő törekvés. A technikai fejlesztéseknek köszönhetően a harmadik emeleti képalkotó diagnosztika és a hatodik emeleti fogászati rendelőgépparkja gazdagodott. Elsőként szeretném megköszönni az önkormányzatnak azt a támogatást, amelyet a újpesti szakrendelő részére nyújtott. Jelesülesz három területen mutatkozott meg. Tavaly ősszel indult a közbeszerzési eljárás, melynek keretében a fogászat, pontosabban a szájsebészet egy teljesen új kezelőegységet kapott. Ezt követte a fogászati röntgen készülék cseréje, amely a mai kor technikai színvonalán álló digitális röntgenberendezés. A másik nagy terület, amelyik most gépparkkal bővült, szintén a képalkotáshoz kapcsolódik. A röntgenen kettő ultrahang készülék lett elhelyezve, és két ultrahang vizsgáló lett beüzemelve. Tavaly elkészült maga a tárgyi eszközrendszer az épület felújítása. Itt került kialakításra a két vizsgáló, ahova a napokban érkezett meg a két ultrahang. Korszerű, modern készülékek, dicséri a szakma, aki dolgozik vele. Az új eszközök nem csak korszerűbb ellátást biztosítanak, de segítségükkel jelentősen lerövidülhet a várólista is.